Márai Sándor, Mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyat, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertya a fényvilágol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája csendesében égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katon, aki szíven dörte, a farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezét a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek. Csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról. Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, megegye a szentséges pápa. És mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi járott itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt. Kitett itt csontból, húsból törvényt, és kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal.